Felavatták a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette molekuláris új lenyomatkutató központ új lézerlaboratóriumát Szegeden. A Nobel-díjas professzor azt mondta, a céljuk egy olyan költséghatékony vizsgálati módszer kidolgozása, ami a betegségek korai felismerésével boldogabb és egészségesebb életet tesz lehetővé. Műszerek az üveglap alatt. Vizsgálati folyadékok. Modern mérőeszközök és gépek az új szegedi lézerlaboratóriumban. Az első látogatók védőszemüvegben tekinthették meg az új kutatóközpontot, ahol a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc és csapata dolgozik majd a molekuláris új lenyomat vizsgálatok segítségével azon, hogy már korai stádiumban felismerhetőek legyenek a betegségek. A módszerünk működik és alkalmas arra, hogy a legnagyobb számban előforduló krónikus megbetegedéseket, rák, szívérendszeri megbetegedések, anyagcsere zavarok, légzési zavarok, amelyekben egyébként a világ lakosságának 75%-a hal meg, hogy ezeket a betegségeket ténylegesen a lehető legkorábbi stádiumban ezzel a módszerrel érzékelni tudjuk. A CMF új lézerlaboratóriuma, melynek a szegedi Eli Alps ad otthont, Magyarországon az első és a világon is csupán a második ilyen létesítmény. Elsősorban magyar önkéntesek adtak vérmintákat a kutatáshoz. Csak nem 10 000 embert vontak be a programba, a minták elemzéséhez pedig lézerfényt használnak. A folyamat hasonló ahhoz, mint amikor megütünk egy hangvillát, majd hallgatjuk, hogy a rezgések elcsendesednek. A hangvilla rezgései könnyen rögzíthetőek egy mikrofonnal, a molekuláris rezgések rögzítéséhez viszont speciális lézerberendezésekre van szükség. E rezgések összessége adja ki a molekuláris új lenyomatot, ami megmutatja a legkisebb változásokat a vérminta összetételében. Ezt már a betegség profilozás élvonalában című tudományos konferencián mondta a Nobel-díjas professzor Krausz Ferenc. A találkozón további 2 Nobel-díjas kutató, Gérard Murrow kutatóprofesszor és Karikó Katalin professzor is előadást tartott kutatómunkájuk legfőbb eredményeiről. Több mint 250 klinikai kipróbálás indult be, ami messenger RNA-s alapú, és hát ez a mindenféle területen, tehát nem csak a fertőző betegségek, a vírusok ellen, a baktériumok, a paraziták ellen, mint a malária, hanem rák ellen is, ugye többféle ráktípus ellen használnak most vakcinát. A magyar kormány támogatja a magyar Nobel-díjas professzorok munkáját, és a további kutatásokhoz is segítséget nyújtanak egészen 2030-ig. Szerintem a Nobel-díj mindent elmond, amelyet a tavalyi évben Krausz Ferenc professzor úr kapott. Krausz Ferenc professzor úr kutatásait 2019 óta támogatjuk 20 milliárd forinttal, és hát a további kutatási támogatás is 2030-ig biztosított 75 milliárd forint értékben. Magyarország történetének eddigi legnagyobb, hosszú távú orvosi kutatási programjának az a célja, hogy minél előbb kiszűrhessék a kialakulóban lévő betegségeket, mert azokat így nagyobb eséllyel lehet kezelni.